kilométer, uh-huh, 5 kiló ruha van rajtam, mert olyan hideg van, és körülbelül mínusz 5 fok, ezért ezek voltak a számadatok. Nem várom, nem szeretek futni, hideg is van, annyi ruha van rajtam, hogy alig bírok, és elindult a futamom, amit teljesítenem kell. Perc alatt kell teljesíteni ezt az 5 kilométeres távot? Csak én az a kis kocogás. Ha igazán komolyan veszi az ember, akkor úgy tűnik igen. Zuzmara Futó Fesztivál félmaratonnal kiegészítve, tehát 5-10 és 21 kilométeres távokon rendezzük. Sok éven keresztül hezitáltunk, hogy lehet-e januárban rendezni egy futóversenyt Magyarországon. Hát lehet, 5. évben 6000-en jelentkeztek. Körülbelül az első 200 métert futottam le eddig. Hát én már most elfáradtam. Na milyen ez a téli futás? Nagyon jó, minden futás jó. Téli, nyári, őszi. Zuz, valaki mondotta. Bécsről jöttünk, hajnali 4 óta fönn vagyunk. Ne üdés! Csak emiatt. Minden sportnál be kell melegítenünk a testünket, hogy az izmaink és az ízületeink meg ne sérüljenek. Különösen fontos ez amúgy a téli sportoknál, hiszen ilyenkor az izmainkat úgy kell elkezdeni, hogy össze vannak szinte egy ragadva, tapadva, és sokkal gyorsabban, sokkal sérülékenyebbek vagyunk, hogyha most a melegről kimegyünk hirtelen a hidegbe, ezért tényleg duplán melegítsetek be, amikor mondjuk arra veszitek rá magatokat, hogy kint fussatok minimum 1-2 kilométert. Van egy szakasz, ami egy kicsit csalóka, mert gondolná az ember, hogy itt már befutunk lassan a célba, de sajnos még nem, mert szerintem még mindig van, vagy másfél kilométer. Van egy híres mondás amatőr futók között, hogy nincs futásra alkalmatlan idő, csak gyenge akarat. Ebben az évben szerencsénk van, de volt, amikor futottunk mínusz 5 fokban, volt, amikor 10 centis hóba futottunk, most ilyen 0 fok körül az időjárás, de bármikor lehet futni. Föl kell öltözni, és menni kell. Buzdítás, nem jó, nem elég, egy kicsit még többet, hajrá, hajrá! Nem, jövőre nem is futnom kéne, nem ilyen buzdítónak beállnom oldalra. Én futottam már tavaly is itt az Zuzmarán, így hangulatában mindenképpen más szerintem, és kicsit így felüdülés a nyári tikkasztó futásokhoz képest. Amit itt nagyon látunk, főleg majd a félmaratonon, hogy az emberek mosolyognak, boldogok, segítik egymást. Ha valaki januárban nincs annyira fölkészülve, mert azért ez mégiscsak az évnek egy ilyen veszélyes időszaka, szilveszter, meg a karácsonyi bulik után, meg a nagy zabálások után, azokat lelkesítik, ösztönzik. És én azt gondolom, hogy futni nagyon jó, több mint 800 ezer magyar állampolgár van, aki rendszeresen fut hetente. Én szerintem mindenkinek érdemes csatlakozni, még a Petőfi TV nézőinek is. Hogy bírjátok itt a hideget? Nagyon jól. Az UV 35 fokára gondolok, és tökéletes. Hát akkor én is itt ezek az UV 35 fokára gondolok, és bízom benne, hogy minden tökéletes lesz. Úristen, ez nagyon jó érzés. Mondhatnám azt, hogy utolsóban lesznek az elsők, de sajnos nem. Nem lettem első, mondjuk utolsó sem, de nem számít az eredmény, mert tényleg becsülettel végigfutottam. Akkor erejük volt az embereknek, hogy párszor megálltam és sétáltam, és odaértek, hogy ne add fel, gyerünk, fuss tovább. És akkor tényleg felszívtam magam, és akkor azt mondtam, hogy életem legjobb 5 kilométere volt, és ez biztos, hogy jövőre is itt a helyem. Ez fantasztikus volt! Vendégem Fővenyesi Krisztina, mozgásterapeuta. Szervusz, szia! Szia, Gergő! Bevallom becsülettel, hogy én nagyon szeretek futni, viszont amikor megjön az első hideg, november tájéken, abba hagyom a futást. Hogyha kicsit először általánosságban beszélünk a futásról, véleményed szerint mennyire jó kiegészítő sport? Remek, de hú, ez nagyon jó, hogy azt mondtad, hogy kiegészítve, erre nem is számítottam, hogy ilyen klassz kijelentést hallok, mert hogy ezt akartam, erről akartam egy picit beszélni. Alapvetően a futás az egy remek sport, zseniális. Mozgásterapeuta szemmel a pozitívumai, ugye azt tudjuk, hogy gyakorlatilag minden szervünkre, szervrendszerünkre remek hatással van, tehát szív- és érrendszerre, légzőszervekre, tehát csodálatos. Ráadásul fejleszti ugye az állóképességet, sőt fajtától függően, futásfajtától függően
röviden a gyorsaság, a gyorsasági erőt, stb. Tehát nagyon klassz, nagyon szeretjük. De van egy pár dolog, amit ugye az európai ember nem egészen jól csinál, vagy nem egészen jól gondol, tele van tévhitekkel. Tehát az emberek feje tele van tévhitekkel. Tehát kezdjük azzal, hogy a futás az egy egyoldalú sport, egyféle sport. Az emberi szervezetnek meg arra van szüksége, hogy minden nap, minden ízület, minden porcikája át legyen mozgatva. Ha csak futunk, akkor néhány izmot jelentősen terhelünk, más izmokat kevésbé terhelünk, és egy hosszú távon csináljuk, és semmi más nem csinálunk a futáson kívül, akkor úgynevezett izomegyensúly megbomlás fog kialakulni, ami mozgásszervi problémákhoz vezet hosszú távon. A másik gond pedig az, hogy Magyarországon mindenki azt hiszi, hogy tud futni. De gyakorlatilag szinte senki nem tud futni. Az Európa, hiába természetes mozgás, mint a futás, az európai életmódunk mellett nekünk már elfelejtett futni. Úgyhogy az egyik legnagyobb probléma a futással az, hogy rossz technikával futunk, rossz testtartással, rossz technikával, rosszul terhelődnek az ízületek. Gondolj bele abban mondjuk, hogy egy X lábbal elkezdesz futni. Tehát a térd ízületet kívül jelentősen meg fog terhelődni. Na ez a két dolog, ugye az egyoldalú futás, meg az, hogyha rossz technikával csináljuk, ez vezet oda általában, hogy a futók jelentős része különböző mozgásszerű problémával, sarkantyú, ahilleszín, tért, porckopás, csípő, porckopás szemmel. És mennyire nehezíteti az életünket, vagy a futók életét a hideg időjárás? Mondjuk ugye a télen szeretnénk folytatni azt, amit ugye elkezdtünk tavasszal és nyáron. A téli sport, a téli futás, a szabadtéri sport az mindig sokkal több előkészületet igényel. Ugye hideg van. Sokkal nehezebb a szervezetünknek felmelegetni arra a hőfokra, amikor optimálisan tud üzemelni. Ez nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni télen a futást, de egy-két dologra oda kell figyelni. Egy, ne télen kezdjünk el futni. Tehát ha kezdő vagy, akkor ne télen kezd, de nem kell pihenned, mint hogy te csinálod most, tehát folytathatod, de fel kell készítened a futásra a szervezeted. Kettő. Tehát a másik, ami nagyon fontos, hogy télen sokkal hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy bemelegedj. És ez mit jelent egyébként ez a sokkal hosszabb idő? Mert gondolom évközben egyébként szerintem elég egy 15 perc bemelegítés ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni kocogni. De hogyan érdemes felkészülni, vagy bemelegíteni télen? Őszintén szólva, lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mondani fogok, alapvetően a téli futásnál a szobában a melegben kéne bemelegíteni. Tehát még mielőtt elmész otthonról, be kéne melegíteni, és a melegítést már csak felfrissíteni a szabadban, mert gyakorlatilag a minuszokban nagyon-nagyon lassan melegszik be a szervezet, és mire bemelegszik a szervezet, nem fogod kivárni, és elkezdesz futni hamarabb, még hideg izmokkal. Ezt csinálják az emberek egyébként nagy részük, és ugye megsérül a hideg izom, hideg inak szakadó, tehát könnyen elszakadnak. Úgyhogy szobai bemelegítést javaslom, bárhogy is, bármilyen nehéz is megoldani, és utána egy rámelegítést, egy újra bemelegítést a szabadban. Ha szobában melegítesz be, akkor a 15 perc ugyanúgy elég egyébként melegben, ez olyan, mint a tavasszal futnál, és utána még egy 5-10 percet a szabadban is rámelegíteni. Mennyire kell, hogy felöltözzünk a téli futáshoz? Semmiképpen ne hatalmas nagy pulóverekbe, meg nem, nagyon nem. Gyakorlatilag ugye a szervezet hőszabályozása azért nagyon remekül működik, úgyhogy én azt szoktam ajánlani mindig, hogy rétegesen öltözzünk. Ez ilyen anyai jó tanács, általában mama is mindig ezt mondja a gyerekeknek, de van mögötten sok ráció. Ahogy melegszik be a szervezeted, egyre kevesebb ruhára van szükség, és le tudod kapni magadról, és a derekad köré kötöd, vagy valamit csinálsz vele. Hogyha most egy kicsit elengedjük a futást, akkor mik azok a téli sportok még, amik esetleg a futást kiválthatják, vagy olyan sportmozgás lehet, ami ugyancsak jó lehet az állóképességünk téli fejlesztésére? Nézd, nehéz kérdés. Visszautalva egy picit arra, amit az elején mondtam, hogy a futás önmagában nagyon-nagyon nem elegendő. Független attól, hogy tél van, vagy nyár van, mindig kell mellette más sportokat is végezni, amik harmonikusan átmozgatják a testet, tehát más típusú sportokat. Én azt mondanám, hogy szabadban télen a futás mellett annyi mindent lehet csinálni, lehet túrázni, most lehet nordic walkingozni, és nem a nagymama féle kis totyogásra gondolok, hanem ütemesen bele az erdőbe, föl a hegyre, le a hegyről, lehet az erdőben szabad téren, én nagyon, nagyon erdőhíve vagyok, a természetes talajhíve vagyok, mert ugye a testünknek azt tesz jót, ha azon mozgunk, lehet
Gimnasztikázni, tornázni, bármit lehet csinálni. Mi lehet az a hőmérséklet, amikor már tényleg azt mondod te is, hogy nem érdemes kimenni sportolni? Mínusz 15 fok. A fölött már mínusz 15 nem. Mínusz 15 fölött még nyugodtan mehetünk és edzhetünk. Alatt? Vagy felett. Ki? Egy edzett ember, de még egyszer mondom, kezdő nem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor erre odafigyelünk. Oké. Okay.